Üdvözöllek benneteket itt március 15-én. Úgy gondoltuk, hogy ma is kinyitjuk a virtuális irodáinkat, mert hát mit csinálnánk mást? Egyébként teljesen mindegy, milyen nap van, vagy ünnepnap, vagy nem ünnepnap. Mi akkor is kinyitjuk, mert nem okoz gondot nekünk bekapcsolni a telefont és szólni a csoportunkhoz. Akik először néznek esetleg, azok is lehet, hogy fogják a fejüket, hogy fú, miről is beszél ez a manusz. Érdemes megnézni a videókat, amik itt elhangzanak, ugye alattam, fölöttem, illetve YouTube csatornámon, mert ott folyamatosan beszélek a miértről, meg a hogyanról. Szia Bozsi! Ugye 6 éve nyomjuk már azt, hogy online érdemes lenne, de kicsit komolyabban venni a dolgokat, mert soha nem lehet tudni. Hát ez ugye bekövetkezett, ugye ez a karanténos időszak teljesen bebizonyította, hogy igazunk volt. Illetve én azt látom, hogy ebből még nem biztos, hogy olyan gyorsan ki fogunk kevergődzeni, tehát még komolyabban kell venni, és azt javaslom nektek is, hogy ezt vegyétek komolyan, és ez nem nehéz, mert ugye ezt csoportban tanítjuk, csoportban végezzük ezt a munkát, ma is lesz ugye 10 óra 15-kor egy csoport találkozónk, úgyhogy hát ugyanúgy fog eltenni az a mai hétfő is, mint a többi. Érdekességképpen mondom, hogy egy lezárult most egy termelési időszak, egy kvalifikációs időszak, ugye többen megnyertünk különböző utazásokat, amiket most vagy igénybe tudunk venni, vagy nem, de egyébként nem probléma, más alternatíva is van. Tehát mindenképpen ugye nyertünk, illetve most kiírtak még több mindent, úgyhogy azokat is meg fogjuk csinálni. És innen gratulálok azoknak, akiknek sikerült, és esetleg, hogyha minden oké, akkor velünk tudtok utazni ezekre a gyönyörű, varázslatos helyekre. A mai téma az egy, hát megint tiszültétek, mert ebben az online teremtésben az a lényeg, hogy megismerjenek bennünket. Megismerjék azt, hogy te ki vagy, kialakuljon egy bizalmi híd, úgymond a követőid között, vagy követőid és te közted, de hát ezért kicsit így meg kell harcolni. Igen, nem, de hogyan? Ezt tanítjuk tulajdonképpen a különböző kurzusainkon, és ez nem nehéz, tényleg. Egyszerűen azt látom, hogy annyira ügyesen dolgozgattok, annyira lelkesek vagytok, hogy hát sokan most ki fognak ugrani ebben a termelési időszakban. Ez megint egy ilyen 6 hónapos lesz, illetve sokan már hamarabb is hát ki fognak ugrani, úgymond anyagilag, mert ez nem csak arról szól, hogy dolgozgatunk, hanem a tanulási idő alatt, tehát nem csak arról szól, hogy tanulunk, hanem a tanulási idő alatt hát tudunk termelni és pénzt is keresni. És ide jön a mai téma tulajdonképpen, amit hoztam nektek, hogy én azt látom, hogy sokan a folyamatot nem értik. Sok helyen azt látom, hogy elvégeznek különböző tanfolyamokat, és akkor hát úgy elvégezték, úgy elkezdik csinálni a dolgokat, aztán utána elvégeznek még egy tanfolyamot. Meg még egy, rengeteg pénzt kiadnak érte, és nem történik meg az áttörés, mert még mindig az első szakaszban vannak. És ez a folyamat, ez arról szól, hogy tanulok, kipróbálok valamit, tapasztalok, és a tapasztalás alapján pedig korrigálok, és megkreálom a saját utamat. Erről szól ez az egész. És ettől izgalmas ez a dolog, ettől olyan varázslatos, hogy nincs tuti dolog, de mégis van tuti, mert te magad jössz rá. Én azt szoktam mondani, hogy mi általában 80-90%-ot tudunk neked adni, ez nagyon jó arányám, mert ezek a szeretem magam tréningek, meg különböző teremtés, hogy mondjam, én így mondom, hogy parasztvakítások, már bocsi, hogyha megsértek valakit, csak az elejével foglalkoznak, hogy még abban se. És ezeknek a tréningeknek egyedüli egy nyertese van mindig az, aki tartja a tréninget, vagy eladja azokat a könyveket, vagy magát a tréninget, de a tanulók között csak az válik sikeressé, akik alkalmazzák azokat a törvényeket, amiket ott tanulnak. Nem tudom, hogy értitek a lényegét. Én minden nap találkozok ilyen meghasonult emberrel, hogy csinálja, mert ott azon a tréningen azt tanulta, de igazán
nem csinálás van, hanem most a legdivatosabbat mondom, hogy hát én állandóan kérdésben vagyok. Én meg állandóan válaszban. Nem mindegy, lehetsz kérdésbe, de a kérdést azt fel kell tenni, és meg kell jelenni a válasznak. Ha nem jelenik meg a válasz, lehetsz te kérdésbe állandóan, mindig a kérdést fogod bevonzani. És jön a következő kérdés, meg a következő, és azt az egész, hogy semmit nem haladtál magába, a folyamatba. Ez ugyanaz, amikor mondják, hogy hát majd az ezer nem után benne leszel az üzletbe, tudod, így hallok én hülyeséget. Én meg azt mondom, hogy nem a nemekre kell fókuszálni, hanem nemekből esetleg gyártani igent. Vagy miért meg kell vizsgálni, miért mondott az adott emberke nemet? Lehet, hogy azért, mert ő mondjuk nincs keresőfázisban, lehet, hogy azért, mert ő hozzá nem ért el úgy az üzenet, ahogy kellett volna. Lehet, hogy azért, mert az adott ember, akivel szerettél volna dolgozni, még nem ért meg arra az információra, amit te adsz, és ugye mindig szoktam ezt mutatni, hogy nem értetek össze, csak elbeszéltek egymás mellett fölött. Tehát mi a megoldás? Mi direkt megoldás tréningeket tartunk, ugye? Maga a megoldás az mindig az, hogy megtanulok valamit, kipróbálom, és csinálom, tehát cselekvéssé alakítom át. És itt van a kutyálásban, hogy azért nem sikeresek sokan az ilyen tréningek résztvevői között, és azért brutálisan sikerek a tréningek résztvevői között azok az emberek, akik végigviszik a folyamatot. Nagyon jó példa erre például az agykontroll. Van, aki szidja, van, aki mondja, hogy milyen jó, stb. Aki szidja, az azért szidja, mert nem csinálta végig a folyamatot. De akik végigcsinálták a folyamatot, azoknak mindnek sikerült. Mindnek. Egytől egy nagyon sok barátommal, akik együtt végeztük el annak idején ezeket a tanfolyamokat, és akik csináljuk mi napi szinten ezeket a vizualizációkat, és gyakoroljuk, és manifestáljuk, és anyagilag is ez megjelenik, hitelessé tudunk válni. Na, ezek az emberek, akik ezt gyakorolták, és korrigáltak, és csináltak, és megértették a folyamatot, mindenkinél sikerült. Mindenkinél. Még magának a kitalálónak is, Domjánnak is, attól függetlenül, hogy most ugye benne van ebbe a Parkinson korba, nem az a feladata például, hogy most a Parkinsonját meg gyógyítsa. Teljesen más a feladata, hogy mondjuk bennünket tanítsa. Nézzetek meg a legújabb videóit neki, szenzációs ember. Tehát én nagyon nagyra becsülöm őt. De mindenkinek megvan a saját feladata ahhoz, hogy a többi embert szolgálja. És itt van megint egy bizonyos titok, hogy sokan mondjuk elvégzik ezeket a tanfolyamokat, amiket így a neten vagy akárhol offline is lehet végezni, jó sok pénzt kérnek érte, de ugye nem csinálják végig a folyamatot, és nem értenek belőle meg egy bizonyos dolgot az embereknek a szolgálatát. Ha csak önös érdekből csinálja valaki, és nem úgy, hogy más embert vigyen sikerré, például, nem fog sikeres lenni. Tudom, mert én sem voltam az. Akkor önös érdekekből csináltam a dolgaimat, hogy majd én. Pillanatnyi sikerek voltak, tehát ilyen fellángolások voltak, de nem maradt tartós. Ezért volt az, hogy ugye nem voltam éber, három olyan cég is volt, amit fölépítettem, és rúgták ki alólam, veszett el. Miért? Mert nem voltam elég éber. Nem vittem végig a folyamatot, csak önös érdekből, hogy húha, majd nekem milyen jó lesz, aztán majd másoknak akkor nem. Ezt egyszerre kell csinálni. Tehát lehet, hogy te most beléptél valahol valami jó kis marketinges dologba, vannak jó termékek mondjuk, és mondjuk teszteled a termékeket. Ezeket a tanításokat, amiket ugye hallasz más tréningeken, mondjuk a kérdésben legyél, akkor kérdésben legyél, hogy kit hívjak föl, ki legyen az, akinek meg tudom ezt mutatni. Én garantálom neked, hogy még az 5 perc alatt, vagy maximum 8-10 perc alatt meg fog jönni a válasz. Ha elcseszed, akkor mondjuk kell 10-12 óra neki, de mindig megjön, ne hidd, de próbáld ki. Ahelyett, hogy abban lennél, hogy hát én kérdésben vagyok, hogy akkor hogy is kéne ezt csinálni, de egyébként meg úgy elsiklik az egész, eltűnik a folyamatban minden.
hogyan tudunk segíteni nektek? Én megmondom őszintén, hogy amikor rájöttem ennek a folyamatnak a lényegére, és hogy ráhelyezzek embereket arra a folyamatra, amit én is tulajdonképpen csinálok, én mindig mondom nektek, hasonlít ez a harcművészetekhez nagyon, amikor a mester tanítja a Jackie Chan filmeket, ha látjátok. Nézzetek meg egy olyan filmet, azt hiszem a Részleges Karate Mesterem egyik kedvencem volt valamikor, abban van, hogy tanítja a mester a Jackie-t, hogy hogyan üssön, meg hogy lazítsa a lábát, meg különböző dolgokra, meg hogy miért kell különböző stílusokat, hogy hogyan, és akkor úgy leutánozza a mestert. De a mester is csinálja, és lemodellezi a mestert. És utána kialakul az ő saját stílusa. Itt ugyanaz van, hogy mi nem csak papolunk róla, meg hogy te így csináld, meg úgy csináld, mert az hülyeség lenne, az ilyen megmondó emberek lennénk. És ezt sokat látok egyébként a neten. Hogy már hamarabb tanítanak, mint mielőtt ők sikeresek lennének. Tehát ez egy külön kategória. Nagyon sok esetet így láttam. Nem. Tanulni, csinálni, és amikor valami van, egy áttörés, azt rögtön megosztani. És ez nem a tanítás, hanem a megosztás törvénye. Hogy azzal, hogy azt mondod, hogy figyelj, nekem ez így sikerült, mert ezt csináltam, az sokkal gyorsabban eredményt hoz, mint hogy te elolvastál valamit, és azt az olvasmányt, ezt te tovább tanítod, de te meg nem csinálod. Húristen, ha tudnátok, mennyi ilyet látok. Mi csoportunkban is volt ilyen, hogy már akkora a zseninek képzett az ember magát, és akkor tanított meg izét, de mondom, és akkor a gól az hol van? Az gólra játsszák ezt a történetet. Hát az még most nincs, de majd most lesz az. És ezt hallom már 2 éve, és emberünk semmit nem ért még el. Viszont vannak olyanok, akik pikpak azt csinálják, amit mi mondunk, illetve korrigálnak, tehát tapasztalnak, elkezdik megnézni, hogy náluk hogy működik ez a dolog, és itt egy áttörés, akkor megbeszéljük az áttöréseket, és így megyünk, építjük föl az ő saját útját. Én azt látom, hogy nagyon sokan taníthatatlanok. Mert nem tanultunk meg az iskolába tanulni. Én általános iskolában, ha az első osztályt nézném, akkor a gyerekeknek semmit nem tanítanék egy évig, csak azt, hogy hogyan legyenek boldogok az iskolában, és hogyan tanuljanak. Semmi más nem tanítanék. Hát így az alapokat úgy játékosan, meg osztályzatokat se adnék, hanem elismeréseket, és semmiképpen nem fenyítéseket. És hát nézzetek meg az oktatási rendszerünket, hogy van. És vannak olyanok, képzeljétek el, én ledöbbenek néha, hogy mondjuk ő nem tanult semmit a mi szakmámból. De végigcsinálja azt, amit mi mondunk, és paf, egyszer csak jönnek a sikerek. Nagyon jó példa most, van egy olyan dolog, hogy ha valaki úgy oda teszi magát, és úgy csinálja, hogy mi mondjuk, akkor, és az ő saját útját kezdi úgy egyengetni, akkor hozzá igazodik az univerzum. És van egy Évi nevezetű hölgy nálunk, aki ugye kezdte csinálni, bontogatta a szárnyait, és ugye nálunk mindig van egy olyan, hogy vannak ezek a nagy utazások, és akkor kisorsolnak 3 emberkét, aki aktív volt. És az Évit kisorsolták Szombaton, megnyert a tájföldi utat. Ez egy ilyen 5-600-700 forintos luxus. És ő ezt megnyerte. És láttunk már hasonlót. És hogy történhet ez? Véletlen van ez? Nem. Emberünk az oda ment a szerencse. Én mondanám, Isten áruhában. Volt egy másik versenyző is, aki nagyon esélyes volt erre. A kettőjük között a különbség csak annyi volt, egy nagyon pici szerintem, hogy ki tudja gyorsabban megoldani a problémáit. És az Évi nyert. Hogy ő gyorsabban tudta, de csak egy fajszárnyira. És én garantálom, hogy nagyon fejfel ment, és Isten szerintem gondolkozott, hogy most ki legyen az. És az Évi élet. Tehát nem manipulált dolog volt, mire azt gondolnátok, hanem egyszerűen én figyelem ezeket a sorsolásokat, hogy ki nyeregeti ezeket a sorsolásokat, és mindig oda megy az energia,
ahova a legtöbb alázat, a legtöbb segíteni akarás volt, a legtöbb probléma megoldás és nem nyavalygás volt. Én például Évit soha nem láttam így nyavalyogni, nem sikerül valami, hanem én alázatosan vagyok, hogy kell, és akkor meg. És ennyiről, ennyitől múlik az egész dolog, ennyi. Tehát az első dolog, amit így szeretnéd nektek sugallani, a taníthatóság. Nézd meg, hogy te tanítható vagy-e. Nem fellángolva tanítható, mert van ilyen, hogy jaj, én Vivien tanítható vagyok, és akkor mondom, hogy mit kell csinálni, és akkor kb. 2-3 napig ez ilyen fellángolós tanítós, és utána nem látom egy hónapig. Akkor megint jön, mert problémája van, és akkor megint elkezdés. Hát kinek mennyi az ideje, mennyi ideje van rá, nekem nem volt időm rá. Sőt, nekem nagyon faramúci volt, mert ki kellett így a macsétával vágni a dolgokat, hogy minden helyére kerüljön. És még most is én tanulónak tartom magam, de én tanítható vagyok. Néha a saját hülyeségeimből tanulok, de már most azt látom, hogy szerintem jobb, hogyha mások hülyeségéből tanulunk, és hát úgy tudjuk korrigálni a dolgainkat. Érdekes egy tudomány ez. Nem tudom, ti hogy gondoljátok. De egyszerű. Higgyetek el, hogy nagyon egyszerű maga a teremtés is, meg maga az egész folyamat, mert internet alkalmas arra, hogy az affiliate programok segítségével tulajdonképpen bármit elajánlj. Bármit. Van egy barátom, akivel beszélgettünk most, egy fitness guru, itt volt nálunk szombaton, vagy vasárnap, nem is tudom, aztán vasárnap, és akkor beszélgettünk, és mondja, hogy ő most találkozott egy olyan dologgal, ami nagyon érdekes, egy affiliate program, és kért tőlem tanácsot, hogy csinálnám én, ha én csinálnám. És akkor elmondtam neki, hogy a legjobb az, hogyha olyan embereket gyűjtesz, mondom, magad köré, akik ugyanígy gondolkoznak, ez egy pici idő, de 90 nap alatt 100% eredmény van. Hogy ennyire egyszerű lenne, nem kell hozzá különleges izért. De elmondom, van egy technika, amit mi alkalmazunk, ugye a kettes csoportok technikája, ezt megmutatom neked, csináld, meg fogod látni. Nagyon, nagyon gyorsan az a 10 ember ott lesz, aztán utána a 10 hoznak 10-et is, ott van alattal egy csomó ember, de ezt csinálni kell. Ez ennyire egyszerűen, mutasd, ott megmutattam, azt a... Na mondom, ezt csináld. Ne csinálj ilyen értékesítési rendszereket meg, mindenféle dolgokat, én is csináltam, nem fog sikeres lenni. Tanítható legyél, mondtam neki. Ó, és ő tanítható. Tehát nézd meg magadba, hogy te tanítható-e, tényleg megcsinálod-e azt a dolgot, hogy egyszerű dolgot mondok, eljössz most 10 óra 15-kor a tréningünkre. Á, vagy most nem érsz rá, mert lehet, hogy tüntetni mész, vagy mit tudom, hova mész. Tehát most nem mondhatod, hogy nincs időd, mert nem mehet sehova, úgyhogy nyugodtan be tudsz ülni hozzánk. Vagy eljössz a csütörtöki tréningünkre, hát nem érek rá, mert éppen fát kell hordani. Hát akkor hordjál fát. Én meg azt mondom, hogy majd én megfizetem a fahordót, és ide behordják nekem. Mert az az idő, amit én elfecserelek másra, azt meg tudom gyorsabban is. És szolgálom az embereket, inkább fizetek a fahordó embernek, behordja nekem a fát. Így is csináltam. Tehát értitek? Tehát, ha egyre rááll valaki, és tanítható lesz, és választ magának egy mentort, és végigcsinálja, amit kell, ugye rá is trüsszentek. Igen, szóval így van, igaz. Ha végigcsinálja azt, amit kell, akkor sikeres lesz. Biztos, hogy sikeres lesz. És utána már lehetsz kérdésbe, hogy oké, akkor hogyan menjek tovább, akkor mit csináljak, de akkor megcsinálom. És akkor ezt most jól, tehát lehet így. Vagy pedig még mindig így simogtod a hasadat, mint Móriczka, és akkor mondtad, hogy biciklit akarok, és nem fog jönni a bicikli. Oké. Na, nem csűröm, csavarom tovább, mert mindjárt jön utána Miklós, menjetek fel az oldalára, hamarosan jön hozzátok, és akkor 10 óra 15-kor meg folytatjuk együtt, és teremtsünk együtt online. Sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, találkozunk holnap is ugyanebben az időben.